Óvatos mozdulatokkal kerül a szaporulat a holtág vizébe. Annak ellenére, hogy 10 000 darab kis csuka kerülhet új életkörülmények közé, mindez nem jelenti azt, hogy ennyivel bővül a hal populáció. Lévén nagyon sok elpusztul a telepítésben vagy a növekedési szakaszban. A jelenlegi telepítés egy az egyesület által kidolgozott terv része. Egy pontos tervet próbálunk meg minden évben követni, ez az új halgazdálkodási tervünknek megfelelő séma. Ami most történik, az a csukatelepítés, az a halgazdálkodási tervnek egy pozíciója a ragadozó halak vonatkozásában, tehát a csuka előnevelt állományát fogjuk most vízre tenni. Lehetőség szerint, a reményeink szerint a lehető legnagyobb megmaradással számolunk az előnevelt csuka tekintetében. Amit most teszünk a vizen, az előnevelt állomány vízre helyezése. Ez a csuka vonatkozásában annyiban bonyolultabb, hogy a csuka egy elég érdekes természettel bíró halfaj, egyfajta táplálékkonkurenst lát egymásban, és ezért kell a lehető legnagyobb területen a lehető legkevesebb halat kihelyezni, hiszen ők territoriális halak, az azt jelenti, hogy védik a területüket, és azonnal, akik táplálékkonkurensként léphet fel, ez lehet a saját fajtársa is, azonnal megtámadja és felfaj egymást, tehát a kannibalizmus nagyon-nagyon hamar fellép az ilyen előnevelt halaknál is, és azért kell nagyon gyorsan reagálni, és a lehető legnagyobb felületen kihelyezni őket. Ennek megfelelően a vízfelület egészében szétszórják a kis csukákat, mielőtt egymásból laknának jól. Nem ilyen picik, megmondom őszintén, annyira agresszívak, annyira előrelátóak, nem szeretnének osztozni egymással sem a táplálékban, sem pedig a territoriális helyszínen, tehát sem az élőhelyen, sem a táplálékon, és az elsődleges célja ilyenkor egy csukának az, hogy a táplálék konkurenst kiiktassa, ezt az eszköz az a kezében, hogy egyszerűen megeszi. Így van, tehát ezt szeretnénk elkerülni, és ezért kell kihelyeznünk őket a lehető legnagyobb területen, a lehető legkevesebb egyet számban. A kihelyezés számos veszéllyel jár, hiszen az idegen környezet hatására is sok kis hal elpusztul. Még az ilyen agresszív fajták, mint a kis csuka közül is sokan esnek zsákmányul más halfajoknak. A halgazdálkodási tervnek megfelelően kell telepítsük, a halgazdálkodási tervünkben pedig előnevelt állomány van, és ezt kell kövessük, és megmondom őszintén, anyagi megfontolás áll általában az előnevelt állomány telepítése mögött, mert az előnevelt állomány értelemszerűen mind darabszámban, mind pedig fajlagosan kilóra vetítve a lehető legolcsóbb, leggazdaságosabb beszerzés, és ennek a beszerzésnek a komoly megmaradás alatt értem, akár ha a 10%-a megmarad, az már egy bődületesen jó arány. Tehát, hogyha minden tizedik hal ebből eléri majd a kifogható súlyt, illetve méretet, akkor már nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és akkor már nagyon-nagyon sokszorosan vissza is jött, mind gazdaságilag, mind pedig egyéb vonatkozásban a befektetett energia és összeg. Ha minden jól megy, 2-3 év múlva ezek a halak a horgászok büszke zsákmányai és a háziasszonyok kedvelt ételalapanyagai lehetnek. Németh István azt mondja, a Tolnai Duna jellegében kiválóan alkalmas a csukák felnevelésére, sok olyan rejtekhely van a vízben, ahol a kis halak megbújhatnak és veszély nélkül felnőhetnek. A nagyobb baj, mint ahogy arról már sokszor beszéltünk, a vízmennyiség kérdése. Hiszen a számítások szerint közel 2 millió köbméter víz hiányzik a Tolnai Hold-Dunából, és egyenlőre sem a Sió, sem a Balaton, sem a Duna vízmennyisége nem elegendő a vízpótlásra. És akkor még itt van az iszaporosodás problémája is, amire egyenlőre az érintettek keresik a megoldást.